Gratulálunk hozzá, és további sikereket kívánunk. Reméljük, hogy nem túl sokára Győrben megjelenik egy ilyen autó, és amikor áll, akkor is energiát termel. További szép sikereket kívánunk, és a Puk Danit kérem, mint a csapat képviselőjét, hogy szakmailag is közvetítsen valamit felénk ebből a gyönyörű járműből. Mint az autó látszik, a tavalyhoz képest kívülről nem olyan sokat változott. Igazából az elektronikai fejlesztésekre próbáltunk koncentrálni. Az autó töltésvezérlő rendszere teljesen más, és a akkumulátorok is megújultak, töltéskiegyenlítő rendszerünk is teljesen új. És mindenképpen próbáltuk elérni, hogy a rotterdami nagyon kevés napfénybe is tudjunk pozitív energiaméleget elérni. Ilyen a verseny alatt feltétele. És a nagyon érdekesség a tavalyi évhez képest, ugye a Rotterdam sokkal fejebb helyezkedik el, mint annó Auschwitz. És mégis az ottani 2010-es első helyünkkor termelt 101,2%-ot, most meg tudtuk dönteni, és 121,9%-ot töltöttünk vissza a felhasznált energiából, ami egy nagyon jó eredmény tényleg ahhoz képest, hogy sokkal éjszakabb helyezkedik el a rotterdami pálya. És még egy nagyon fontos, ugye ez egy városi verseny volt idén először, a belvárosban egy sport, egy stadion körül rendezték meg, és ezért a pálya egyharmada teljesen sötét volt az épületek árnyékoltsága miatt, és ezért is nem is a második helyet tartjuk nagyon jónak, hanem ezt a 127%-os energia visszatöltést tartjuk egy hatalmas eredménynek. Amit tudni kell még, hogy az autó ugye már 3 versenyt futott, most belül egy mérőautót és egy ilyen tesztautót fogunk építeni, kicsit átalakítjuk, és következő évben egy új járművel nevezünk majd a versenyre, és egy napelem nélkül, vagy napelem segélytöltéssel kiegészített járművel fogunk majd indulni. Ugye a kategória átalakul, és vagy battery electric, ugye a sima akkumulátoros kategória lesz, egy napelem segélytöltés kiegészítéssel is. Ezért célunk, hogy a jövő versenyen indulunk majd ezzel. És emellett van egy spanyolországi Solar Challenge nevű verseny, oda célunk majd elindulni, ez októberben kerül megrendezésre. Igen, szeretnénk megnézni a verseny feltételeit, feltérképezni, és jövőre mindenképpen azzal az autóval, amivel Schellekomaton versenyen elindulunk, oda is elindulni és nevezni.